A világon térképek vesznek körül bennünket, de ritkán nézzük őket igazán tudatosan. A Matthias Corvinus kollégium soron következő előadásán a térképek szemléletformáló és illusztráló jellegét ismerhették meg az érdeklődők. A térképekre azért gondoltam, mert ebben a mai világban, ahol sajnálatosan olyan rengeteg esemény történik, Afrikától a Közel-Keletig, Európában annyi esemény történik, és mindig mutatják nekünk a térképeket, és az az érzésem, hogy nem nagyon tudjuk értelmezni. Az előadáson 23 olyan térkép volt napirenden, amelyek képesek arra, hogy változtassanak a világnézeten, és bemutassák a világ 2023-as politikai, gazdasági és diplomáciai folyamatait. Szűcs Ádám kutatótanár célja az volt, hogy próbáljon meg mindenki egy kicsit másként tekinteni a külvilágra. Legyünk bátrak kicsit alaposabban és kicsit szabadabban gondolkodni arról, hogy hogyan látjuk a világot. Nem érdemes mindig a klasszikus sémákban, klasszikus sablonokban gondolkodni. Érdemes végig gondolni azt, hogy mi az, ami minket, Magyarországot és egyébként a régiónkat a világban körülvesz. Legközelebb november 2-án várnak mindenkit a szervezők az MCC épületébe, ahol a sport és a tanulás kapcsán felmerülő teljesítménykényszerről hallhatnak érdekes információkat a résztvevők egy pszichológus előadásában.